első nb 1 es találata rögtön győztes gól lett, amivel ráadásul a dobogóra repítette a Puskás Akadémiát U19-es válogatott támadója. A mögötte és előtte álló tartalmas időszakról Gruber Zsombor mesél nekünk. Szervusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, köszönöm szépen a meghívást. Mindenek előtt gratulálunk az első találatodhoz. Sokan ilyenkor az extázis miatt nem is nagyon emlékeznek a konkrét történésekre. Neked ott helyben, mondjuk a gólöröm közben, mennyire volt tisztán meg az emlék, hogy hogy is sikerült ezt a hálóba juttatnod? Hát a gólöröm közben annyira nem, nem emlékszem rá, de utána meccs után vissza tudom idézni az egészet, az összes labdérintésemet is nagyjából, de nagyon nagy extázisban voltam. Ezt a gólt hányszor nézted vissza? Hát nem akarok hülyeséget mondani, de tízszer minimum, így az összefoglalóval együtt, de nagyon jó érzés volt azokat a meccseket is vissza szoktad nézni, amikor mondjuk esetleg nem találsz a hálóba? Tehát akkor is elemzed a játékodat, próbálod külső szemmel nézni? Igen, mikor hazérek, általában mindig már fel van az egész meccs, és akkor vissza tudom nézni, amikor általában, ha a csereként állok be, akkor onnantól, de van, hogy az egész meccset is megnézem, és próbálok a hibáimból javítani, és ami jó volt, abból meg ugyanígy folytatni. Mire kijöttél az öltözőből a mérkőzés után, addigra hány gratuláló üzenet volt a telefonodon? Fú, hát nagyon sok. Amikor bejött, bementünk az öltözőbe, már láttam, hogy nagyon sok üzenetem van, de utána még volt egy kompenzáló futásom. Majd azt követően beértem az öltözőbe, és hát nagyjából másfél óráig ott ültem, és válaszolgattam nagyjából a nagy részére. Az mit de... jelent az a kompenzáló futás Hordnyák Zsolt még megfuttatott ilyen teljesítmény után? Hát amikor ugye nem játszunk egy fél dönét, többet, hanem kevesebbet, akkor van egy pár sprint, azért egy hosszabb folyamat, hogy ugyan mindenki megkapja ugyanazt a terhelést, és másnap ne kelljen edzeni, hanem szabadnapot kapjon mindenki, és hát ez, ez volt egy futás. A gólod előtt favorova egy nagyon szép csell ment el a jobb szélen, viszont a beadás nem volt tökéletes, vissza kellett rálépned, illetve kétszer is igazítanod kellett a labdán, miközben két, de inkább három zalágerszegi védő volt körülötted. Volt időd egyáltalán megijedni, vagy megijedtél ott akkor, mikor láttad őket? Hát, amikor a Favoró megcsinálta a csát, akkor éreztem, hogy ebből lehet egy helyzet. Ugye a Jakov elment előttem, a két védőt elvitte szerencsére, és a jobb hátvéd meg messze volt kicsit tőlem. És vissza tudtam lépni, megkaptam ugye a labdát, és éreztem, hogy van egy becsúszás balról, hátulról, majd ezt egy érintőből utána meg be tudtam rúgni, és szerencsére bement. Egy kis kulisszatitok, itt az interjú előtt én megkérdeztem tőled, mint fiatal játékos, hogy izgulsz-e, és balta nyugalommal azt mondtad, hogy nem. Ez egyébként a pályán is jellemző rád, ez a fajta nyugodtság? Hát így az utóbbi időben inkább. Az elején, amikor az első pár meccsemet játszottam, akkor volt bennem egy druk, de amikor megvoltak a jó megoldásaim, utána így mindig elmúlik, és nem érzem azt, hogy most izgulnom kéne. Szerintem azért, hogyha valaki izgulós típus, az nem annyira jó, a pályán és a pályán kívül is. Az Újpest kupamérkőzésen büntetőt is rúgtál a ráadás után. Akkor izgultál jobban, vagy, vagy ennél a helyzetnél, itt az Alegerszeg ellen? Hát inkább ennél a helyzetnél, mert az nb es gólomra már régóta vártam. A 11-esnél meg úgy éreztem, hogy be fog menni, hogyha eltalálom és feljebb tudom rúgni, mind a kapu közepe, és hát sikerült. Tudtad előre, hogy rúgni fogsz? nem tudtam. Meccs közben már ugye kitaláltam, hogy oda fogom rugni, és felírta az edző, hogy kik rúgnak, és még volt két hely, én mondtam, hogy szeretnék rugni. Először furcsán nézett rám, de utána mindenki bíztatott, hogy rúgjak, és felírt. Ja, a fiatal játékosokkal szemben általában türelmesebbek a szurkolók, viszont a csatároktól azért egy idő után már elkezdik várni a gólokat. Ez, ez helyezett rád plusz nyomást így a közelmúltban? Hát azt mondanám, hogy igen, mert az edzőktől is kaptuk, hogy az utóbbi időben nem annyi gólt szerez a csapat, és nagyon sokat gyakoroltunk is, és úgy éreztem, hogy már nagyon itt az ideje, hogy betaláljak, és hát örülök, hogy meg tudtam szerezni. Ugye az idei szezonban a PAF-ban több ifjúsági korú futbalista is szóhoz jutott köztük te is. Ez azt jelenti, hogy nyitva van a kezdőcsapat kapuja előttetek is. Viszont mennyire nehéz oda kerülni, mert akár a teposztodon is említhetjük Zahedit, Kollit, tehát igen komoly játékosok vannak, akik a riválisaid. Hát úgy érzem, hogy a, aki felkerül, ő mindenki azért kerül fel, mert megérdemlik, nagyon jó játékosok, és ö, szerintem mindenkinek van esélye. Látok mindenkit, nagyon jól dolgozik minden magyar fiatal, és ö, mindenki oda akar kerülni. Nehéz lenne téged leöregezni, viszont a hétvégén Kerr Martin személyében egy nálad is jóval fiatalabb labdarúgó 16 évesen mutatkozott be, Nálam már vagy annyival öregebb, hogy ilyenkor tanácsot tudj adni, hiszen ugye nem rég volt neked is az első nb 1 -es meccsed, még aktívan vissza tudsz emlékezni arra, hogy milyen druk volt benned az öltözőben. Persze, hát nagyon jóba vagyunk, adtam is neki tanácsot meccset, hogy ne izguljon, inkább próbálja az egyszerűt játszani, mert az a legfontosabb, hogy, hogy azt lássák az emberek, hogy nem hibázik, és hát meg is fogadta, és úgy érzem, hogy nagyon jól játszott, és örülök neki is, hogy ő is be tudott mutatkozni, és remélem, hogy még minél több meccsen pára fog lépni ő is. A mesteretek Hornyák Zsolt egy relatíve szigorúnak edzőnek, szigorú edzőnek tűnik. A rutinos játékosok időnként azért az interjúban is kapnak tőle. Ti, fiatalok, milyen viszonyban álltok vele, titeket hogyan patronál? Hát ugyanúgy kezel minket, mint egy külföldi, akár, vagy mint egy idősebb játékost, semmilyen különbséget nem tesz köztünk. Ugyanúgy nekünk is megvannak a feladataink, és hát azért van, hogy ránk nagyobb hatással és szigorúbban hat, de hát ez van, ez minden fiatalnak át kell ezen esnie. És milyen támogatást kaptok a rutinosabb társaktól, mondjuk akár akkor maradjunk Zahedinél, de persze bárki mást is mondhatsz, akik már többet láttak, többet tapasztaltak a pályán, ők hogyan mentorálnak titeket? Próbálnak segíteni, ez, ezt a segítséget inkább a Batik Bence, Nagy jól szólnak Roland és társaitól tudjuk megkapni inkább, ők nagyon segítőkészek, mert ők azért tudják, hogy milyen az MB egy átéltek már pár szezon, és hát nagyon, nagyon jó érzés, amikor ők tudnak segíteni nekünk. Ugye az első gólod megvan, viszont most jön a neheze, mert innentől majd a többit is fogják tőled várni. Mi volt Hornyák első tanácsa azután, hogy megdicsért a gólodért? Tehát hogy mit mondott a tekintetben, hogy hogyan kezeld ezt a dicsőséget? úgy nagyon semmit nem mondott, de szerintem azért mindenki ismer annyira, hogy nem fogok magamtól elszállni. Ugyanúgy fogom csinálni a dolgomat, és szerintem ez csak egy újabb lépés volt a karrierembe, és remélem, hogy innen még csak tovább. Ja, viszonylag hozzá vagy szokva az új környezethez, hiszen még 13 éves sem voltál, amikor eldöntött, hogy Győrből a Puskás Akadémiához kerülsz. Hol figyeltek fel rád? Hú, hát erre nagyon annyira nem emlékszem, de ha jó jól emlékszem, akkor egy edzőmeccset játszottunk velük, és 6-4-re kikaptunk, de négy gólt én szereztem, ugye a Győrbe, és utána hívtak el egy próbajátékra, majd pár edzésen részt vettem, és szerettek volna, akkor még nem tudtuk biztosra, hogy oda megyek, de utána eldöntöttem, hogy oda szeretnék igazolni. Mi villanát ilyenkor, ugye akkor általános iskola felső tagozatos voltál, hogyha jól számolok, mi villanát egy ilyen fiatal, mondhatni gyerek agyán, amikor szembesül azzal, hogy el kell menni az otthoni környezetből, nyilván időnként visszatérhetsz, de hogy el kell kerülned egy akadémiára, ezt hogyan tudtad feldolgozni? Hát nehéz volt az elején, mert még ugye Győrből jártam minden nap pedzésre, az iskola mellett is, de úgy éreztem, hogy képes vagyok rá, és nagyon sokat küzdöttem érte, de sikerült. A felcsúti Akadémián milyen volt felnőni? Akár szakmailag, akár mint életvitel? Nagyon sokat köszönhetek a puskásnak. Sok helyre el is jutottam. Az edzőknek is sokat köszönhetek, mert nagyon sokat segítettek, hogy elérjek ide, idáig. És nagyon sok dologban tényleg nagyon sokat köszönhetek nekik. Volt olyan pont, most akkor mondjuk így a tínédzser korod során, amikor esetleg elbizonytalanodtál, elgondolkodtál azon, hogy jobb lenne otthon? Volt bármi megingás ezek alatt az évek alatt? Mm, ez, hogy jobb lenne otthon, ezt így nem mondanám. Én szeretek a focizni, és úgy érzem, hogy a foci, ha úgy van, hogy más országba kell, akkor más országba. A foci összeköt minden számomra, szóval. Szerintem a foci az első. Igen, ugye a tavalyi szezonban kölcsönben megjártad bázért is, akkor ott sem zavart téged a környezetváltás? Ő az elején nagyon zavart, fura volt, hogy azért a szüleimet látom minden héten, meg a családomat, de ott azért havonta, két havonta tudtam őket látni. Nehéz volt, ugye egyedül is voltam, barátaimra is csak telefonon tudtam számítani, de ők is nagyon sokat segítettek, nagyon sokszor beszéltünk, videóhívásba esetleg, de az első fél év az azért nehezebb volt. És a második, meg, meg úgy szakmailag milyen tapasztalatokkal gazdagodtál? nagyon sokat a mentalitásomban szerintem hozott sok változást ez az egész. Úgy érzem, hogy kicsit érettebb is láttam ott, hogy egyedül kellett élnem, egyedül főztem, mostam, takarítottam, és új embereket ismertem meg, más közeg. Voltak más országból csapattársaim, akik ugye egész héten velük voltam, mert egy lakásban laktunk és hát tényleg nagyon sokat köszönhetek annak az egy névnek is, és úgy érzem, hogy hozzáadott. Ennek a szezonnak a második felében került oda Szalai Ádám, ő a felnőtt csapathoz. Találkoztál vele ott esetleg? Igen, találkoztam, beszéltünk is. Utána sokat nem találkoztunk, mert ő, amikor ő válogatottba volt, én akkor edzettem föl és játszottam, mert ő, ugye másik csapatban játszottam. Igen, és amikor, amikor beszélgetetek, akkor ő adott neked a pályára való tanácsokat is, vagy inkább civilben próbált meg téged segíteni? Hát kérdezte, hogy mi a helyzet, hogy érzem magam, hogyha van valami, akkor tudok hozzáfordulni, hogy keressem, de így nagyon sok minden, sokát nem beszélgettünk. Ugye tagja vagy az U19-es válogatottnak is, mostanában rendszeresen kapsz meghívót, és ott már hamarabb is kezdted a gólgyertest. Szélesi Zoltán szövetségi edző rendszeresen tartja veled a kapcsolatot? Például tőle érkezett -e üzenet a mostani gólod után? Üzenetet nem kaptam, de gondolom most megyünk válogatottba jövő héten, és akkor biztos, hogy megdicsér. Nagyon jó edzőnek tartom őt is, és nagyon sokat, sokat, sokat szokott segíteni. És ő is próbál motiválni és a földön tartani. Mondjuk egy szezon alatt nagyjából milyen időközönként kapod tőle a visszajelzéseket, vagy egyáltalán ő véleményezi az NB1-ben nyújtott teljesítményedet? Amikor a selejtezőn voltunk, az LB selejtezőn, ő sokszor beszélt velem erről is, személyesen, nagyon sok tanácsot ad ezzel kapcsolatosan, és ő is átélt ezt az egészet, és azért nagyon sok tapasztalata van, és próbál sokat segíteni. Ja, március végén játszottok legközelebb ebéselejtező mérkőzéseket a válogatottal, Anglia, Törökország és Izland ellen. Nem hangzik könnyűnek, te mire számítasz magatoktól? Én arra, hogy egy nagyon szervezett csapatnak kell létrejönni addigra, és uh, szerintem van esélyünk, már mindig van esély, és uh, mindenkinek bele kell adni a mindent, és uh, utána szerintem az első meccsen az angolok ellen egy jó eredményt el tudnánk kérni, akkor szerintem bármerő fordulhat. Az angolok lesznek a legnehezebb ellenfél? Ezt nem tudom pontosan, papírforma szerint ők, de szerintem azért az izland és török utánpótlás csapatok is nagyon erősek. És milyen esélyt látsz a Puskás Akadémia éremszerzésére? Bízok benne, hogy ott tudunk lenni a top 3 -ba. ez a cél is ugye, de hát nagyon nehéz lesz a kecskemét is, jó formában van még mindig a kisvárda is ott van, és hát azért nagyon sűrű a középmezőny, és két győzelemmel azért ott lehet lenni a top három körül. Így van, viszont ugye nektek úgymond idézőjelben van egy B-tervetek, a kupa szerepléssel is ki lehet váltani a jegyet a nemzetközi kupaporondra, és ráadásul a Fradi már nincs versenyben, papíron a Puskás Akadémia és a Kisvárda tűnik a legesélyesebb csapatoknak. Milyen esélyeket látsz? Hát eddig a sorsolás nem nekünk kedvezett, egy videóton és egy Újpestet kellett kiütnünk, sikerült. Úgy érzem, igen, a Ferencváros már nincs ott, de azért még mindig vannak nehéz csapatok, most a Debrecennel játszunk, az, az se lesz egy könnyű mérkőzés, de hát persze nyilván szeretném megnyerni a kupát. Mostanság meccs jön meccs után számodra, a kupa, a bajnokság, ráadásul a válogatott is. Viszont mit csinál egy magadfajta 18 éves srác, amikor egy picit kiszabadul a foci közegéből, akkor mivel szeretett tölteni az idődet? Hát ugye most tanulással kell töltenem nagy részt, mert érettségizni fogok, próbálok oda is oda koncentrálni, barátaimmal szeretek lenni, a családommal, barátnőmmel, és hát nekem is ugye ugyanúgy van szabadidőm, azt is szeretek moziba menni, filmeket nézni, és nem szeretek otthon feküdni inkább ez az, az ilyen jövésmenést szeretem. És milyen karriertervet vázoltál föl magadnak? Nyilván még nagyon messze van a vége, de mi a végcélod és hogyan szeretnél oda eljutni? Hát mindenképpen szeretnék egyszer egy bajnokok ligája csoportkörös csapatban focizni. Ez az egyik legnagyobb álmom és illetve hát, mint minden focistának, aki elkezdi, hogy a magyar válogatottba focizhassak. Nehéz lesz, tudom, de remélem, hogy képes leszek rá, és még minél több meccsem lehet itt akár az nb 1 vagy akár külföldön az első osztályokban. Akkor ehhez kívánunk neked nagyon sok sikert, és még egyszer köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.